A szekszárdi védőfalra nagy lendülettel érkező mohácsi játékosok a belső közép pozíciót változtató gyors és egyből tüzelő játékosait nem tudták levédekezni a fekete mezes szekszárdi játékosok, így már az első félidőben állandósult a vendég mohácsiak 3-4 gólos előnye. A gólyák futottak az eredmény után, keményen derekassan küzdöttek, ebből nem volt hiány, de lövőhelyzetig csak ritkán jutottak, a két átlövőt Fejér Témát és Farkas Andreát sikeresen leütközték a vendég. Míg a szekszárdiak ezt nem tudták megtenni a mohácsi támadókkal. A gondokat csak tetézte, hogy a megbeszéltekkel ellentétben nem az alsó sarkokat lőtték a szekszárdi játékosok, hanem a felsőket, ami a kitűnő formával levő mohácsi kapus ínyére volt. Bosszantó volt mindez a szekszárdi szurkolók számára is, mert annak ellenére, hogy nem játszott jól a csapat, mégis fél tucatnyi zicsert kiharcolt, de azt el is puskázták a játékosok, és maradtak a 4 gólos hátrányban a gólyák az első félidőben. Megbeszéltük az öltözőben, hogy fölsőket vagy kivárással. A széles szemafornál, annál test mellé, de nem is nagyon védett ma a Tündát. Ismerjük a Tündét, ugye évekig itt védett, de nekem volt játékosom Mohácson is. Miután az első félben nem így történt, a félidőben ezt még egyszer elmondtam. Ebből kifolyólag a másfél még kb. 6-ot hagytunk ki. Mondta a Feri, hogy figyeljünk oda a szélsőkre, mert hiába lent vannak a sarokba, de amikor oda kerülnek helyzetbe, akkor igenis ezt rendszerint belövik. Hát az első fél időben oda helyezte a Mohács a hangsúlyt, ami be is jött nekik. De aztán javult ezen a téren is a Nagy Szilvia vezérelte csapat, és már a középső és a szélső védekezés is zártabb lett, mint az első fél időben volt. A játékrész közepére már egy gólra is felzárkózott a szekszárdi csapat. Rezs Gabi lerohanásokból a jól játszó irányító Nagy Szilvia szépen kidolgozott akciók után átlövésekből szerzett gólt, de Farkas Anita és Fehér Tíme is átlövő kettős olykor megvillant. Már úgy tűnt, hogy legalább döntetlenre hozza a meccset a fekete gólyák KC, ehhez persze 2 perccel a befejezés előtt Rejsnek muszáj lett volna belőni az ígyszert egy az egyben a kapussal, de ez nem történt. Kimaradt így az utolsó előtti lehetőség 22-20-nál. Így Farkas Anita szép balkezese után 22-21-nél már nem maradt ideje a fekete gólyáknak az egyenlítésre. 2 ellentétes félidő után a Mohács nyerte az NB1B nyitófordulójának dél-dunántúli rangadóját. Visszatekintve az egész meccsre, Tabajdi Ferenc edző az egy félidőn át puha, gyámoltalan védekezést látta a vereség másik fő okaként a kihagyott zicserek mellett. A védekezésben meglátása szerint a kulcsember Gyenis Patrícia gyengén játszott, de a többiek sem nőttek fel a feladathoz. A Patríciával nagyon komoly gondok voltak ott védekezésben, nem nagyon oldotta meg, nagyon sokat hibázott, és nem tudtam a kit a helyére rakni. És ő az utóbbi időben nagyon sokat vagy beteg volt, vagy éppen ez volt, valami baja volt éppen. Ennek a kulcsa itt a támadásnak legtöbbször a Kaló volt, de az első fél időben is, hisz ez a dunalási kislány, most hagyd nem mondjam meg a nevét, meg a balkezes is lőtt, összesen lőttek egy 4-5 abból volt a Kaló ráhúzásából, beindulásból. Nagy Szilvia volt a fekete gólyák legjobbja, nem csak góljai miatt. Kicsit több faltot kellett volna elkövetni szélen is, illetve hát középen, illetve kettesbe a támadásokat széttördeni, megállítani, többet faltolni. A második félidei teljesítmény, a győzelmi esély olyan masszív középcsapat, mint a Mohács ellen, már fölmutatott biztató jeleket az alsóházból való felzárkózáshoz a fekete gólyák KC-nál. Amit már jövő héten egy nagyatádi idegenbeli pontszerzéssel, hova tovább győzelemmel el is lehetne kezdeni.